Ez az MI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Hörömpöli Tóth Levente vagyok, tartsatok velünk! Harmadik évad, 9. epizód, kérem szépen, ez itt az MI stúdió, ahonnan óriási üdv mindenkinek. Ma a hazai MI ökoszisztéma intézmény rendszerének egyik zászlós hajóját, az MI Nemzeti Laboratóriumot, vagy ahogy röviden magukat nevezik, az MI Labot veszük borcső alá. Az intézményrendszer első pillérével, a Nemzeti Adat vagy Ügynökséggel már foglalkoztunk, és amint megnyílik, azon nyomban napirendre kerül az MI Innovációs Központ is, vagyis nagyon szépen alakul ez a bizonyos MI ökoszisztémás panoráma fotó. Mai vendégeinket, Pencur Andrást és Érdi Krausz Gábort a szakmának nem kell bemutatni, és véletlenül az MI lap ténykedésének felpörgésével a szélesebb közönségnek sem kell majd. Minden esetre itt és most azért rögzítsük, hogy András az MI lap vezetője, Gábor pedig annak projektkoordinátora. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, és hogy elfogadtátok a meghívást. Szeretettel köszöntünk minden hallgatót. Köszöntünk mindenkit. Tényleg szuper, hogy itt vagytok, és hát ugye mindenek előtt szögezzük le, hogy a podcast célja továbbra is, mint mindig, az volt, és még mindig az, hogy demisztifikáljuk a mesterséges intelligenciát, egy kicsit hozzuk közelebb az emberekhez. Úgyhogy javaslom, hogy az MI Lab esetében is végezzük el ezt a rituálét, ha úgy tetszik. Mert ha azért elsőre valaki meghallja azt, hogy MI Nemzeti Laboratórium, egy kicsit ez egy ilyen misztikus hangulatot kelthet, sok mindenre gondolhat az ember, de ugye szögezzük le, hogy itt azért nem egy föld alatti labort kell elképzelni, ugye, ahol félkész kiborgok szkandereznek, egy másik teremben pedig a harci robotok végeznek lőgyakorlatot. Igen, pont ezt akartam indítani, hogy ez nem egy új épület valahol a sivatag közepén titkosan. A Nemzeti Laboratórium rendszer az tulajdonképpen hát ilyen nagyon demisztikálva egy újfajta kutatásfinanszírozási rendszer. Az a cél, hogy minden területen a hazai kutatók kritikus tömegben együtt dolgozzanak, tehát ne 10-20 külön intézményben mindenhol legyen egy személy vagy egy kutatócsoport, hanem adjuk össze az erőnket. A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Labor a legnagyobb nemzeti labor, de 10-valahány nemzeti labor indult, és még újak fognak csatlakozni. Egyébként a második legnagyobb nemzeti labor nagyon közel áll hozzánk, az az autonóm rendszerek. Valójában ott vannak a pincében harcoló kiborgok. Na tessék, valami mégis van ebben a dologban. Tehát az ugyanúgy egy konzorcium, a mesterséges intelligencia laborban 10 intézmény van, 5 egyetem, 4 kutatóintézet, és azért a nemzetbiztonsági szakszolgálat is, hogy a témához visszatérjünk. Az autonóm rendszerek az egy 3 résztvevős, illetve még az Amazon tesztpálya. Tehát ezek tipikusan egyetemek, kutatóintézetek, a meglevő infrastruktúránkat és a meglevő agyakat adjuk össze, és az a cél, hogy közösen dolgozzunk, és minden olyan témában, a mesterséges intelligencián belül rengeteg rész téma van a gyártástól a gépilátásig a nyelvtechnológiáig, tehát ez sok kicsi téma. Minden kicsi témában itt-ott dolgoznak kutatók az országban, intézményekben, és össze akarjuk adni az erőnket. Én még annyival kiegészítem, András, tehát, hogy bár nehéz, mert hogy teljes listát kaptunk itt, de hogy kicsit úgy kell elképzelni ezt a nemzeti labor dolgot, mint amikor korábbi versenytársak, részben versenytársak, részben egymás mellett alkalmasít, egymás ellen küzdő felek hirtelen azt a feladatot kapják, hogy mostantól kezdve szeressék egymást, és közösen produkáljanak valami jót. És hát mi minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy, és nem csak mi, hanem ráadásul az intézmények is, hogy ez valóban így is történjen, és sikerre vigyük ezt az egészet. Gábor, azért, ahogy elnézem én a te hátteredet, mert most ugye kamerával is mindenki benne van itt a felvételben, azért neked nagyon gyanús ez a háttér, tehát te akár még lehetnél is egy ilyen föld alatti komplexumban. Hát igen, tehát a virtuális háttér sok mindent megenged. Egyébként ez, amit látsz mögöttem, ez a MILAB logó, tehát ez egy kicsit ez a kocka minden irányból megmutatva.
Igen, de én a folyosóra gondoltam, az nagyon hatásos. Tehát lehet, hogy te pont ezt akarod sugallni, hogy nagyon titkos dolgok folynak itt a négy fal között. Biztos vagyok benne, hogy ez sokkal inkább, tehát a mi szemszögünkből nézve ez a folyosó vagy út a biztató jövőbe sokkal inkább, mint a reménytelenségbe, és hát inkább az előbbnél nem maradunk. Hát most már nekem is csatlakoznom kellett, igen, a lavarba is leköltöztem, úgy érzem, hogy ezt nem lehet. Akkor igen, nagyon jó, nagyon jó. Gyerekek, viszont itt ugye elhangzott egy csomó minden már, de azért világítsuk meg jobban a hallgatóságnak, hogy jó, itt ez az Emmy Lab, ami ugye a mesterség és intelligencia körül forog, de miért volt erre szükség, hogy dedikáltan a mesterség és intelligenciára létrehozzunk egyet? Nem lehetett volna ezt nem tudott volna ezt betagozódni valahova máshova? Miért ennyire fontos, hogy külön intézménye legyen? Hát az lett volna még egy alternatív lehetőség, hogy a alkalmazások, tehát a vertikálisan, tehát legyen egy gyártás. Tulajdonképpen ott van az autonóm rendszerek, az pont egy ilyen alkalmazása az Emmy-nek. Úgy érzem én is, meg hát tulajdonképpen ez egy politikai döntés volt, akárhogy is vesszük, hogy szükség van arra, hogy ez a terület egyben lássa magát, az alkalmazások annyira egymáshoz kapcsolódnak, hogy tulajdonképpen az is egy kényelmetlen dolog, hogy az autonóm rendszerek ez egy külön labor, még hogyha a vezetése a szomszéd épületben van, egy irodával odébb, tehát azért nem vagyunk annyira izolálva, de mégiscsak így ketté van mesterségesen vágva egy terület, tehát rossz lett volna, ha ez vertikálisan szabdalva van alkalmazásonként. Egyébként azért is tartottunk, ha jól emlékszem, február 17-én egy bemutatkozóta az összes nemzeti labornak, mert a nemzeti laborok többsége egyébként alkalmaz valamilyen. Hát én egyébként nem annyira mesterséges intelligenciának nevezni, mint inkább gépi tanulás, adatelemzés, tehát olyan technológiákat, amiknek a szakértőit mi gyűjtöttük össze, és mi ki tudunk ajánlani. Akár úgy vesszük akkor kutatási kapacitásokat, hogy adjátok oda az adatokat, és mi pedig létre tudunk hozni rajta egy előrejelző modellt. Ugye a bevezetőben már volt szó arról, hogy van ez a bizonyos Emmy ökoszisztéma intézményrendszer, amit az Emmy stratégia hozott létre. Ugye ez a NAVÜ, az Emmy Lab, és hamarosan indul az Emmy Innovációs Központ. Ez kvázi egy ilyen hármas fogat, mint az Emmy ökoszisztéma szent háromsága, ahogy tetszik. Egy kicsit nézzük át, hogy hogyan illeszkedik ebbe a rendszerbe az Emmy Lab, és milyen viszonya lesz ezzel a két másik pillérrel? Ugye, amikor a stratégia elkészült, akkor már a stratégia elkészítésekor, illetve hát a végeredményben is jól látszik az, ahogy te említetted, a bizonyos mesterséges intelligencia ökoszisztéma, ahol különböző szereplők vannak, és ezek a különböző szereplők összedolgoznak. Ugye, te említetted a Milabot, a NAVÜ-t, az Emmy Innovációs Központot, de ugyanakkor meg kell említeni, mint társadalmi szervezetet, a Mesterséges Intelligencia Koalíciót is, és azt hiszem, hogy a Szent Háromságot, tehát egy Szent Négyességre kiterjesztjük, hogy teljes legyen a kép. Ebben a rendszerben, és akkor kezdem magunkkal, aztán remélem, hogy András majd helyre rak engem, tehát a MILAB, tehát a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, az az oktatás, innováció, kutatásfejlesztés foglalkozik. Minden, ami az adatokhoz, az adatok értelmezéséhez, elemzéséhez és értelmezhető feldolgozásához kapcsolódik, az a MILAB-nál van. A NAVÜ számunkra tulajdonképpen ő az őstermelő, tehát aki az adatokat összegyűjti, az adatokat elérhetővé teszi, ami nélkül a mesterséges intelligencia nem is létezik. Tehát, hogyha nincsenek adatok, akkor nehéz lenne mesterséges intelligenciáról beszélni. És hát az Innovációs Központ reményeink szerint majd az a műhely lesz, amelyik összegyűjti az ötleteket, rendszerezi az ötleteket, és megadja nekik azt a
kezdőlökést, vagy pedig egy egész folyamatot végigmenedzsel, ahol az egyes ötletek, az egyes szándékok, azok alkalmazásokban, szolgáltatásokban tudnak majd megtestesülni. És akkor mindehhez még ott van a Mesterséges Intelligencia Koalíció, az a társadalmi szervezet, ahol a téma iránt érdeklődők, szakemberek és mondjuk közelebb vagy tisztes távolból érdeklődők össze tudnak jönni, ahol társadalmi vitákat le lehet folytatni, akár szabályozás, akár technológia, akár alkalmazási kérdésekről, és tulajdonképpen itt lehet egy ilyen össztársadalmi tudást és konszenzust is kialakítani, hogy ezek az alkalmazások ezek megfelelő módon és hasznosan kerüljenek majd ki a piacra, vagy pedig a felhasználók számára. Annyit tennék még hozzá, hogy az Emmi-lab az nagyon természetesen épül bele a koalíció munkájába. Az Emmi-lab az első nemzeti labor olyan szempontból, hogy először jelent meg a koncepciója, akkor még nem is nemzeti labor volt a nevünk, még az ország mesterséges intelligencia stratégiájának a kezdeti verzióiban már megjelent, hogy szükség lesz egy ilyen kutatásokat összefogó szervezetre. Párhuzamosan elindult a Rényi Intézetben a matematikusok vezetésével az alapkutatási témák összegyűjtése az országban. Végül nem lett egy önálló alapkutatási központ, ami én úgy gondolom, hogy egy helyes döntés volt, tehát jobb összefogni az alapkutatásokat és az alkalmazásokat, illetve az alkalmazások irányában az Emmi-lab volt az első nemzeti labor, aminek készen volt a stratégiája, a munkaterve, amit a koalícióval együtt készítettünk még 19 év végén, amikor még nem is volt nevesítve, tehát még nem jelent meg a nemzeti labors struktúra. Ez a 2020-as költségvetésbe került egyébként bele, mint egy tétel. Tehát az Emmi-lab az egy szép ábrán ott van az ország stratégia. Tehát tulajdonképpen azt lehetne mondani, van a Szent Háromság vagy a Szent Négység a különböző intézmények, de az egész fölött ott van az Emmi ország stratégia, mint egy ernyő, amiben egyébként még vannak olyan elemek is, mint most folyik egy nagy kutatói felhő beszerzés és építés az 5-ös Loránd kutatói hálózaton keresztül a Wigner és a Staki együttműködésében egy ilyen közel 1 milliárd forint költségű nagy számítási felhő, rengeteg erős GPU-val, tehát abszolút a mesterséges intelligencia céljaira építve, és ezek az elemek együtt nagyon szépen összeépülnek, amire szükség van ahhoz, hogy koncentráltan eredményeket tudjunk elérni a területen. Ugye már elkezdtetek beszélni az alkalmazott kutatások fontosságáról, és valóban, tehát általában ezt szoktuk kitenni így az ablakba, hogy az Emmi-lab egyik legnagyobb célkitűzése ezeknek az erőfeszítéseknek a felpörgetése. Mit várunk ettől? Tehát milyen kézzelfogható eredmények lesznek? Ugye mindig elhangzik az a panaszáradat, hogy túl sok a fiókkutatás, és sokkal jobban kellene ezeket a tevékenységeket a piaci igényekhez igazítani. Itt van az Emmi-lab, most akkor jöhet a feltámadás, vagy a megváltás, most már tényleg, hogyha maradjunk ezen a vonalon. Én ezt a húsvét, úgyhogy... Én ezt a kérdést azzal fogom a Gábornak átadni, hogy a Gáborral, mint projektkoordinátorral a koalícióban ismerkedtem meg, tehát Gábor szeptember óta, az Emmi-lab indulása óta Stakis munkatárs, előtte az iparban dolgozott, és ő azért van, hogy ez a kérdés, ez pozitív választ kapjon. Igen, és akkor Gábor, azt is elmondhatod, sőt várjuk is nagyon, hogy ugye mi volt eddig? Tehát ugye sokan nincsenek ezzel tisztában, és tényleg te, mint aki a piaci dzsungelből érkeztél, ha úgy tetszik, és ilyen tapasztalatokkal fel vagy vértezve, nagyon érdekel bennünket ez a bizonyos első kézből vett tapasztalat. Hát inkább hagyj kezdjebb sztereotípiákkal, tehát azzal, hogy a kutató az a különleges állatfajta, aki,
aki jól érzi magát ott a, egy szuterénbeli laborban, és ott kutat, és borostás, és igazából hagyják békén, mert egy magának való ember, és olyan kutatást végez, amit igazából csak ő ért, és nem is akarja, hogy mások megértsék. Na most ezen kell változtatni. Rögtön kezdem azzal, hogy ez a sztereotípia nekem már az első pillanatban így mondjuk azt, hogy leomlott, mert azt tapasztaltam, hogy egyáltalán a kutatók is lehetnek nagyon jó fejek, és sőt, azok. Örömmel halljuk. Nem maguknak fejlesztenek, hanem igenis szeretnének hasznosak lenni. És ezt a hasznosságot, ezt sok esetben ilyen kommunikációs gap nem tudta kivinni. Úgyhogy nekünk most az a feladatunk egyrészt, hogy megmutassuk a külvilágnak azt, hogy mi az, amit ezen a területen, vagy ezeken a területeken mind kutatások folynak. Megpróbáljuk megkeresni rá a partnereket, illetve nem csak megpróbáljuk, hanem szakmai fórumokat szervezünk, előadásokat, amint lehet, akkor természetesen majd kiterjesztjük ezt a személyes találkozókra, tehát vagy olyan fórumokat, olyan rendezvényeket, ahol megmutatjuk a munkáinkat. Ezt ma egyébként ugyanúgy csináljuk, csak online módon. És hát azokat az eredményeket, amik már ma léteznek, amik kutatási tervben le vannak fektetve, és amitől ugyancsak eredményt várunk, és lesznek is eredmények, azokat minél inkább most nem... tehát a szó nem szoros értelmű, de eladni a piac felé, tehát átadni ezeket az értékeket, ezeket a tudásokat, ezeket az eredményeket a piac felé használatra. A másik irány pedig ugyanúgy működik, tehát folyamatos kooperációra és együttműködésre, kommunikációra törekszünk a piaci résztvevőkkel, és igyekszünk becsatornázni azokat az igényeket, amik a piacon jelennek meg, és kutatási lába is van, kutatási igénye is van, becsatornázni ide a mesterséges intelligencia nemzeti laborba. Úgyhogy ez mindenképpen egy novum, tehát a közelmúlthoz képest egyrészt, még egyszer mondom, ilyen sztereotípiákra épülő falakat is igyekszünk lebontani, meg ami a másik célunk az, hogy ez a kommunikáció, ez folyamatos kétirányú és tartalmas legyen. Úgyhogy szerintem jó irányba megyünk, abszolút. És hogy kell akkor ezt elképzelni? Tehát lehet olyan szituáció is, hogy mondjuk van egy cég, és akkor egyszer csak bekopogtat hozzátok, és azt mondja, jó napot kívánok, nekem erre a nyelvtechnológiai alkalmazásra lenne szükségem, vagy gépilátáson alapuló technológiára lenne szükségem, akkor ti ebbe a adott esetben bele is vágtok ennek a kutatásába? Hát ha nem is ennyire konkrétan így, de valahol nagy vonalakban igen, ez a cél. Tehát nem feltétlenül egy cégnek az igényét akarjuk kielégíteni, hanem olyan mondjuk kutatásokat végezni, olyan fejlesztési alapokat elindítani, aminek a hasznossága az szélesebb körben értelmezhető és használható. Tehát természetesen az egyik célunk az, hogy olyan együttműködéseket, kooperációkat alakítsunk ki olyan nagy vállalatokkal, akiknek szüksége van a kutatói partnerségre, a kutatói háttérre. Ez az egyik. De a másik az, hogy és ez egyébként a kapcsolódva az ország stratégiához, a mi eredményeink az alkalmazott kutatási téren az a köznek tehát a közvagyont fogja növelni, éppen ezért igyekszünk olyan dolgokra koncentrálni, és ez még egyszer mondom, a két irányú kapcsolatból kell, hogy kijöjjön, ami tényleg szélesebb társadalmi körben hasznosítható. Az előbb említetted például a nyelvtechnológiát. Tehát nyelvtechnológia területén akár a korpuszok építése, akár bizonyos nyelvtechnológiai eszközök, amelyek a kutatási eredményekként megjelennek, azok céljaink szerint azt a stratégiában lefektetett mondjuk célokat fogják megvalósítani, illetve ahhoz biztosítják majd az egyes elemeket,
amik aztán ezt a stratégiában kitűzött célokat valóban teljesíteni tudják. Szuper, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ti azért folyamatosan méritek így a piac pulzusát, ha úgy tetszik, hogy neki mire van szükség, vagy mi az, ami így felkelti az érdeklődését, és ahhoz igazítjátok a kutatás menetét? Talán ez így nem pontos, hogy folyamatosan mérjük a piac pulzusát, hanem inkább folyamatosan kommunikálunk a piacra, és folyamatosan igyekszünk azt megérteni, hogy mire van igény. És egyébként, ha visszatérünk a teljes ökoszisztémához, tehát ezek az igények megjelenhetnek akár az EMI Innovációs Központban, akár a koalícióban, és a koalíció mögött mondjuk, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia nemzeti stratégia végrehajtásáért felelős, vagy a végrehajtásában megjelölt szervezeteknél is. Úgyhogy mi együttműködünk, vagy együttműködésre törekszünk, és már elindultak együttműködések a stratégiában megnevezett mondjuk állami szervezetekkel is, ugyanúgy, mint mondjuk nagyvállalatokkal. Szuper. Említetted itt a nyelvtechnológiát, és akkor esetleg maradjunk ennél egy picikét, mert nagyon sokaknak nem esik le a tantusz, hogy itt gyakorlatilag mekkora a tét, és az egyik adásban, egyik korábbi adásban beszélgettem Varga Gáborral a Microsofttól, és ő hasonlította gyakorlatilag a könyvnyomtatáshoz ezt az egész pillanatot, hogy gyakorlatilag, hogyha most ugye nem tesszük AI kompatibilissé a nyelvet, akkor az olyan, mintha annak idején nem kezdtek volna el magyar nyelven nyomtatni könyveket. Egyetértetek ezzel is? Vajon az EMI lap hogy tud hozzájárulni ahhoz, hogy ez a bizonyos AI ugrás és kompatibilitás megvalósuljon? Igen, tehát a magyar nyelv az teljesen egyértelműen az, amit vagy mi oldunk meg, mint EMI lab, vagy senki nem fog megoldani. Tehát a nemzetközi piacon ez egy túl kicsi nyelv. Itt azért nem elsősorban új tudományos eredményekre kell számítani, próbáljuk utolérni a nagyokat, mondjuk talán a Google a legfontosabb játékos a piacon. Látszik a Google eszközein, akár hogyha a Google fordítójára gondolunk, hogy minél nagyobb egy nyelv, tehát minél nagyobb digitális szövegállomány áll rendelkezésre, annál könnyebben, annál pontosabb modell tud építeni. Magyar nyelven kevés digitális szöveg van, ezeket nekünk össze kell gyűjtenünk, össze kell fogni a közösségnek, tehát magyar nyelv specifikus szövegfeldolgozó open source szoftver komponenseket kell készíteni, és erre aztán alkalmazásokat kell építeni, például, amiről gondolom a Varga Gábor is beszélt, ami az egyik ilyen flagship projekt, az a magyar nyelvű automatizált ügyfélszolgálat projekt, ez egy transformatív projektje a koalíciónak, ami nem az EMI labon belül történik, viszont technológiai támogatást folyamatosan egyeztet az EMI labos nyelvtechnológia team és a transformatív projekt team, és hát valószínűleg mindenki tapasztalja, tehát hogyha technológiai segítséget, bármit kérünk, vagy akár csak megpróbáljuk azt a témát, amiről most beszélgetünk. Tehát valószínűleg, ha megszámoljuk, akkor minden tizedik szót angolul mondunk ebben a beszélgetésben is. Tehát sajnos nagyon foglalkozni kell azzal, hogy ez az arány ne romoljon. Tehát a végén már a szavak fele lesz angol, aztán már minden szó angol lesz. Ezt meg kell valahol állítani, és ez részben a digitalizálásról, részben pedig a megfelelő eszközök kifejlesztésén múlik. Nagyon jó. Ugye a nyelvtechnológia azonban csak az egyik kutatási terület, ami ugye kiemelt, és amivel foglalkoztok. Hogy látjátok, hol lehet különösen keresni valónk, és hol lehet a legnagyobbat robbantani, ha úgy tetszik? Melyik azok a területek? Nekem a kedvencem, és ha úgy belegondolunk abban, hogy megnézzük azt, hogy a Magyarország GDP összetétele micsoda, Magyarország az a gyártás.
az országnak a, nem is az MI, hanem általában az ipar stratégiájában szerepel az a tétel, hogy a gyártás az ne csak mennyiségben, tehát még több autógyártó hozza ide az összeszerelő üzemét, hanem technológiai fejlettségben is lépjen előre. És az a terület, hogy a gyártásban részben a termékekbe beépíteni, tehát egy mesterséges intelligenciát használó termék egy önvezető autó, de ami még talán ennél is izgalmasabb, és sokkal kevesebb ilyen szokásos kérdést vett föl, hogy és akkor ki a felelős, ha az önvezető autó elütötte, az a gyártásbeli automatizálás és a gyártásban az előrejelzések, a modellezés használata. És ez meglepő módon nem az a terület, ahol az van, hogy a németek meg az amerikaiak már mindent megcsináltak, és mi kúrulunk utánuk, hanem ezt még senki nem csinálta meg. A nagy gyártók küzdenek azon, hogy az adataik, és itt azt kell elképzelni, hogy elképesztő, tehát ömlenek a szenzoradatok. Van egy hőmérséklet szenzor egy berendezésben, és akkor az mondjuk másodpercenként ad egy hőmérséklet adatot, és ilyenből van 100 000 a gyárban, és ezek valahol össze kell, hogy gyűjjenek, meg kell érteni a folyamatot. Minden folyamat egyedi, tehát ami eddig gyártási elemzési projektben vettem részt, nem volt két egyforma, tehát nincs olyan, hogy elkészítettem egy megoldást, és azt a megoldást az A gyárból átvittük a B gyárba egy másik termékre, és ugyanúgy ment. Mindig egyedileg meg kellett a fizikai folyamatot érteni. Tehát itt nagyon nagy potenciál van, ez talán az MI labon belül a legnagyobb, legjelentősebb. Úgy neveztük, hogy alprojektek, tehát van egy olyan alprojektünk, amiben a szenzorok, az IoT, beletartozik a távközlés is, hiszen ezek nagyon összekapcsolódnak, hogy egy gyáron belül a belső adatinfrastruktúrához is már ugyanazok a rádiós technológiák kellenek, ami egy világméretű mobilhálózathoz. Tehát ez egy nagyon nagy téma, ezt tartanám legnagyobbnak. A nyelvtechnológiát már említettük, a gépilátás az a mi oldalunkon tulajdonképpen egy kiszolgálója az autonóm rendszerek nemzeti labornak, de itt viszont alapkutatási eredményekkel lehet még újdonságot elérni, tehát ez egy nagyon aktívan kutatott, de még nem tökéletesen megoldott terület, és nem tudom, mi maradt még ki. Egészségügyi alkalmazások nagyon fontosak, illetve a biztonság és a személyes adatok védelme, amit pedig tehát szintén minden országnak meg kell oldani a saját biztonságát, amiben beleértjük a határt, a hadsereget, a rendőrséget, de beleértjük azt is, hogy az informatikai rendszerünket védeni kell. A mesterséges intelligencia, mint szoftver, egy nagyon furcsa termék, mert nem lehet letesztelni, tehát reagálnia kell teljesen váratlan eseményekre is. Nincs olyan, hogy az elejétől a végéig leteszteltük, és óriási biztonsági kockázatot rejt az, hogy nem lehet minden esetben kipróbálni, tehát akár vétlenül tévedésből is okozhat problémát, de akár szándékosan is el lehet rejteni egy mesterséges intelligencia rendszerben olyan kiskapukat. Rengeteg publikáció van ezen a területen, tehát az, hogy egy-egy pixelt módosítunk a képen, azzal teljesen meg tudjuk változtatni a rendszer kimenetét. Tehát ezeknek a rendszereknek a biztonsága az még komolyabb kihívást jelent a hagyományos informatikai biztonsághoz képest. Akkor igazából már csak egy kérdést tartogattam így a végére, mégpedig azt, hogy ugye a kiemelt célok közé tartozik az is, hogy az EMI Lab segítse Magyarországot abban, hogy felkerüljön a nemzetközi térképre. Mi kell ehhez, és mik a kilátások? Hogy látjátok? Szerintem a legfontosabbak a nemzetközi együttműködések, akkor fognak minket megismerni, hogyha együtt dolgozunk. Európában eddig volt a H2020, most lesz a Horizon Europe program. Itt is annyit tud az EMI Lab tenni,
hogy az Emmilab, mint szervezet, ez egy konzorcium, ez nem tud pályázati partnerként megjelenni, viszont össze tudjuk adni. Tehát mindenkinek, BME-nek nekünk megvannak azok a bejáratott partnereink, tehát például nekem egy nagyon jó kapcsolatom hát a bizonyos értelemben a német megfelelője az Emmilabnak, ez a DFKI, ez a Német Mesterséges Intelligencia Kutatóintézet. Az egyébként egy olyan kutatóintézet, aminek megvan a saját épülete, saját infrastruktúrája, tehát az nem egy konzorcium. Az ilyen partnerekkel együtt végzett kutatásoknak van szerintem a legnagyobb nemzetközi impaktja, amikor nem 10 magyar kutató áll össze, hanem 5 magyar, 5 német, és esetleg még máshonnan a világból, és úgy érzem, hogy ez az az út, ahol utána, tehát csak úgy lehet a kutatást megismerni, hogy személyeken keresztül, mert egyébként óriási kutatásdömping van, tehát ha nekem választanom kell egy kutatási eredményt, hogy megismerjek, akkor valamelyik nagy amerikai egyetemet fogom venni, eszembe nem fog jutni, hogy bulgáriai kutatóknak megnézzem a munkáját, tehát így kifelé kapcsolatokon keresztül lehet szerintem előlépni. Igen, hát én annyit hozzátennék, hogy nem vettük végig a mi munkaköri leírásunkat, illetve az, hogy a mesterséges intelligencia nemzeti laborral szemben mi minden elvárás van, de hát nyugodtan hozzátehetem, hogy mondhatom azt, hogy ez egy elvárás is, tehát hogy mi a nemzetközi térben is megmutatkozzunk. És hát végülis Andrásnak a szavaiból az is kiderült, hogy nem elég jónak lenni, hanem annak is kell látszani, tehát mi ezt meg követjük, ezt az elvet, tehát igyekszünk az összes lehetséges nemzetközi fórumon megjelenni, kommunikálni, elkezdeni valami fajta együttműködést, és hát ezek az együttműködések így a kutatásfejlesztés területén azért komolyan finanszírozott projektekben is meg tudnak valósulni, úgyhogy a célunk az, hogy ezek a komolyan finanszírozott projektekben minél intenzívebben és minél hatásosabban és hatékonyabban vegyünk részt. Nagyszerű, hát ez zárszónak tökéletes volt. Mi sok sikert kívánunk a működésetekhez, nagyon várjuk az eredményeket, és azt gondoljuk, hogy tényleg időszerű volt az Emmilab létrehozása, és kulcs szerep hárul majd rá az EMI stratégia megvalósításában. Uraim, nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok, és hogy megosztottátok velünk ezeket az értékes gondolatokat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A technikát továbbra is Nőti Gerdám kollégám varázsolja, mint ahogy fogja a következő adásban is. Találkozunk legközelebb, kövessetek minket kedvenc podcast lelőhelyeteken, illetve böngészétek gyűjtő oldalunkat, az ai-hangori.com-ot, valamint ha már ott vagytok, kezdjétek el ingyenes mesterséges intelligencia alapozó kurzusunkat, az EMI kihívást. Sziasztok! Ez volt az EMI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit. Az EMI stúdió az EMI koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövesd az EMI stúdiót a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az emmikoalicio@gmail.com e-mail címre, vagy a Mesterséges Intelligencia Koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.